25 éves a Jós András Oktatókórház onkológiai osztálya és az onkológiai ellátás. A kórház régi elképzelése és terve valósult meg most, hiszen egy 8 férőhelyes hospice részleget adtak át az onkológiai osztályon. Az 1 és 2 ágyas kórtermekben a súlyos betegségük végstádiumában lévő elsősorban daganatos betegek humánus és összetett ellátása történik. Nagyon nagy beteganyag fordul itt meg Nyíregyházán. Mondhatom azt, hogy az onkológia teljes palettája, hogy mondjam, itt a intézményünkben zajlik, tehát a műtétek, a diagnosztika, műtétek, tehát okikezelések, sugárkezelés, gyógyszeres kezelés, illetve az utókezelések is. És hát ugye sajnos, de azt tudjuk, hogy ezeknek a betegeknek egy bizonyos százaléka sajnos meghal és elvesztjük, és ennek az emberi körülményeket teremtő kórházi kerületeken belül szeretnénk egy olyan részleget kialakítani, ahol méltó körülmények között tudunk ezektől a betegeinktől elválni. Nem mindegy, hogy hogyan, mikor és milyen körülmények között tölti az ember utolsó heteit, napjait vagy akár óráit. Milyen módon lehet a fájdalmat, szenvedést csökkenteni? A kórház szakemberei készen állnak a részleg elindítására, ezzel biztosítva a lehető legjobb életet a részlegen fekvő betegek számára, mondta el dr. Vas Judit, részlegvezető főorvos. Hozzátette, próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy az osztályon otthonos környezetet teremtsenek a betegek és családtagjaik részére a nap 24 órájában. A hospice osztályon multidisziplináris team fog dolgozni. Ez azt jelenti, hogy orvosok, ápolónők, gyógytornászok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus, dietetikus nővér, szociális munkás és lelkész is részt fog venni a betegek ellátásában, illetve a kórházunk valamennyi osztályáról a speciális szaktudással rendelkező szakemberek is igénybe vehetőek, tehát a szükséges sebészeti konzilium, belgyógyászati kardiológiai konzilium, valamennyi szakma elérhető lesz az osztályon konzilium formájában. A hospice részlegre jelentkezhetnek önkéntes segítők is, akik egy komoly szűrővizsgálat és egy 20 órás képzés után segítő feladatot láthatnak el az osztályon. Beszélgetésekkel, akár könyvek felolvasásával támogathatják a betegek lelki állapotát.